Biciklivel a Madarasi Hargita csúcsán 1800 méter. Ezzel a címmel posztolt a közösségi oldalra Tamás Pál nagyon különleges képeket, aki vendégünk. Szia, kellemes estét, vagy jó estét itt körünkben. Hát se bicajt nem hoztál, se pedig fényképezőgépet. Most kivételesen nem, szia, de azért az edzés megvolt ma délelőtt, szóval nem telik el nap vagy hét kerékpározás nélkül. Azért ez egy nagyon különleges dolog, hogy te ilyen csúcsokra jutottál föl. Mikor kellett elkezdeni edzeni ahhoz, hogy ilyen magasságokba repítsen a kerékpárod? Ahhoz önmagában egy edzés volt ez a hargitai tekerés, bár lehet, hogy nem a legjobb időszakot választottam, mert még vastagon hó volt a tetején, felfelé mondták is többen, hogy nem jó ötlet. De nagyon szuper volt. Nyáron készülök több versenyre, és ennek apropóján mindent megragadok arra, hogy tudjak edzeni. Illetve az elmúlt években volt egy-két olyan nagyobb célom, amit sikerült megvalósítani, amihez komoly felkészülés kellett. Sikerült, és... Mi volt hamarabb, a kerékpár vagy a fényképezőgép? A kerékpár volt először. Én 2000 és 2005 között versenyszerűen kerékpároztam. Terepmaratonok, közép- és rövidtávú versenyek, ez ilyen 50-70 kilométeres távokat jelent. És 2005-ben, amikor ennek a csúcsára értem, akkor megnyertem a magyar bajnokságot, és ott dönteni kellett azután, hogy hogyan tovább. Akkor a fotózás egy hobbi volt, de azt választottam, hogy fókuszáljunk a fotózásra, és a bringa maradjon meg hobbinak. Így de nem bírtál nélküle élni. Nem. Vagy nem is akartál, gondolom. Hosszú leállás volt. Tizen pár évig szinte nem is kerékpároztam, majd egy jó másfél évvel ezelőtt tervezgettem régebben volt egy nagy álmom körbe biciklizni Magyarországot, de valóban úgy a határán, a szó legszorosabb értelmében próbáltam hozzá keresni társakat, megterveztem az útvonalat, persze senkinek nem volt jó sem az időpont, sem a táv. Ez hány kilométer? Ez 2145 kilométer volt. Gondolom, hogy már akkor meg is tervezted, hogy mennyi idő alatt kellene ezt a távot végig kerékpározni. Igen, ez meg volt tervezve, és évekig ez így el volt téve a polcra, hogy majd egyszer megcsinálom. És másfél évvel ezelőtt valahogy így bevillant. Egyébként pontosan emlékszem, Gergely Ugarnyán voltam egy baráti társasággal, és régen nagyon sokat kerékpároztam arra, és az az érzés így előtört belőlem, kicsit nosztalgikus emlékek, és azt mondtam, hogy na jó, akkor most, ha nem jön senki, akkor én egyedül megyek, és nekivágok. Tehát ez volt az, ami újból elindított ezen a vonalon, és hát azóta aktívan teszem. Na hát akkor egy picit mesélj erről, mert azért azt gondolom, hogy ez egy nem mindennapi élmény volt az életedben. Igen, ez egy fantasztikus élmény volt, és nagyon örülök, hogy egyedül vágtam neki, bár az elején tartottam tőle, hogy ez hosszú idő, és soha nem voltam még ennyit egyedül, de nagyon jó döntés volt, és egy olyan ívre fűztem fel, hogy kezdtem a túrát Garbolcon, Magyarország legkeleti pontján, és az északi határ mellett indultam Felsőszölnökre, ami a Magyarország legnyugati pontja, majd onnan a déli határ mellett vissza. Nagyjából úgy próbáltam felépíteni a napokat, hogy beleférjenek a környék látnivalói, bár tényleg szigorúan tartottam magam ahhoz, hogy csak is a legszélső úton, és nem megyek kijebb, beljebb, hanem valóban a kontúron tekerek, de nagyon-nagyon sok gyönyörű dolgot láttam, és tényleg én sem gondoltam, hogy ennyi gyönyörű helyet tartogat a határszéle. Ugye nyilván itt nem kerékpárutakról volt szó elsősorban, hanem gondolom, hogy akár közutakról is, vagy kisebb mellékutakról, tehát még sajnos az ország nincs olyan jó helyzetben, mint itt Nyíregyháza. Mennyi cuccot kell ilyenkor összepakolni? Tehát ez mit nagyon, vittél magadtal? Nagyon tanulságos volt, rendesen túlpakoltam. Tehát amikor készültem, akkor mindenből tartalék, több ruha, ilyen-olyan felszerelés, és menet közben derül ki, hogy valójában mire van szükség, és mire nincs. Két nagy táskát raktam hátra a kerékpárra, és hát szerintem a felétől lejjebb egyikbe sem mentem. Úgyhogy ma már fele annyi felszereléssel indulnék neki.
És mennyire lehet egyébként kizárni ilyenkor a fotós lelkületet? Hiszen ugye egy-egy pillanat szerintem, legalábbis amikor az ember turista, akkor gyakorlatilag egy órás utat 3 óra alatt tesz meg azért, mert hogy közben ugye kattingat, hogy megmaradjon az örökké valóság, meg az a sok-sok élmény. Te hogy voltál ezzel? Hiszen ahogy említetted, rengeteg gyönyörű helyen jártál. Ez most könnyű volt, csak mobiltelefont vittem, ami abba belefér, azt lefotózom, ami nem, azt pedig megélem és elrakom az emlékeimbe. Persze voltak olyan szituációk, amikor azt mondtam, hogy ú, de jó lenne, hogyha lenne nálam egy nagyobb fényképezőgép, és jobban meg lehetne örökíteni, de itt most inkább az élményre mentem, és nekem ez a szabadság. Egyébként melyek azok a fotós témák, amik a legközelebb állnak a szívedhez? Ott is ott van a sport egy picit? Ott nem. Nem? Nem, a sportfotó az nem igazán. A riport, a szociográfia, amit akkor fotózok, amikor saját magam számára készítek képeket, olyan témák, amik számomra fontosak. Legutóbb ilyen Kárpátalján készítettem Aknos Latinán egy településportrét, oda több mint 9 hónapig jártam ki, nagyjából olyan 3 hetente, és az ott élő emberek életét, a település helyzetét próbáltam bemutatni egy fotóriporttal. Nem ma volt, most egy kicsit kevesebb idő jut erre, hál' Istennek sok a munka, új területekbe, új fotózási irányokban próbálom ki magam, szerencsére sikerrel, úgyhogy ez most egy kicsit a háttérbe került, de azért vannak tervek. Az jutott eszembe most itt akkor ennek a kárpátaljai fotós munkádnak a kapcsán, hogy végülis egy picit azért meg kell tanulni, lecsupaszítani mondjuk számodra, akár a kerékpáron ülsz, akár fényképezőgép van a kezedben, a körülményeket. Tehát egy-egy jól sikerült túra, vagy egy fotóért azt gondolom, hogy szinte, nem mondom azt, hogy bármire, de nagyon sok mindenre képes vagy, és akár tényleg kenyéren vízen is el vagy azért, hogy elkészüljön az, amire elszántad magad. Pontosan, tehát ilyenkor az az első, hogy az, ami, akár a kerékpárnál, hogy az a kitűzött cél teljesüljön, akár a fotónál, hogy meg tudjam valósítani azt, amit elképzeltem, amit ki szeretnék hozni az adott témából. Igen, hát ilyenkor sok mindennek alá kell rendelni magunkat, viszont ez egy nagyon jó folyamat, akár a kerékpározás is, és akár az ilyen fotóriportok készítése, hogy átgondolja az ember egy kicsit azt, ami körülveszi. Például ennek az Aknos Latinai anyagnak a kapcsán nagyon nagy dilemmákba ütköztem. Fotóztam kint nagyon rossz körülmények között élő embereket. Tényleg olyan házakban élő Aknos Latinai polgárokat, akiknek a nappaliának a fele a tetőnek le van szakadva, és úgy él, hogy ott beesik az eső és a víz. És ugyanakkor 2 nappal később pedig Magyarországon fotózok például egy esküvőt, és nagyon nagy a kontraszt, és ezért ezeket így helyre tenni magamban, hogy mit látok ott, mit látok egy másik alkalommal, erre jó a kerékpár. Igen, egyébként ott ugye szórvány magyarság is van, tehát gondolom, hogy magyar ajkúakkal is találkoztál. Igen. Hát a kerékpáron valóban egy nagyon komoly meditációs folyamatban talán át lehet szűrni egy picit ezeket az élményeket. És mi a konklúzió, amit ilyenkor levonsz? Mi a fontos? A belső értékek. Tehát az, hogy a munkám során hiteles maradjak, és ha például készítek egy ilyen fotóriportot, akkor azt azzal ne elvegyek az ottaniaktól, és ne azt érezzem, hogy esetleg én a képek által kihasználnám az ő rossz sorsukat, hanem a munkám során tudjak adni. És például ebben az esetben, amit az előbb említettem, ez meg is valósult, és az azt követő évre megoldották annak a családnak az elhelyezését egy másik házban, aminek többek között az volt az egyik mozgatórugója, hogy én ott elkészítettem azokat a képeket, és ezzel ott az önkormányzatot felkerestem, és beszélgettünk róla, és ez elindított egy folyamatot. Szuper. Már csak egy kérdésre futtotta az időnkből, sőt arra sem, de azért mégiscsak fölteszem, hogy hová kerekezel legközelebb, vagy mi a legnagyobb kihívás most, amit már tervezgetsz? Egy nagy kihívásra készülök idén júliusban, egy 600 kilométeres ultra teljesítménytúra. Ez nem több nap lesz, ez egy alkalom, tehát
olyan 30 órán belül körülbelül. Hát akkor nagyon jó felkészülést és jó egészséget kívánunk mind a két területhez, illetve az életedhez is. Köszönöm szépen.